Jelentős fejlődésen ment keresztül 2018-as megalakulása óta az Alföld Sztó Egyesület. A közösséget 10 önkormányzat hozta létre, többek között Gyula, a turisztikai Kft-n keresztül. Az évek során ez a szám bővült, jelenleg 25 önkormányzat tagja az Egyesületnek. Március 27-én lesz egy rendkívüli közgyűlés Újkígyóson, ahol további két önkormányzat csatlakozik. A 27 település által Békés vármegye lakosságának 40%-a lesz érintett az Egyesület működésében. Ahhoz, hogy jelentős eredményeket, előrelépéseket tudjunk megtenni az általunk elkészített stratégia alapján, ahhoz kell egy láthatóság, egy tömegesség is, hogy olyan forrásokat is be tudjunk vonni, amelyek jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre. Utaltam a stratégiára, tehát elkészült azokra a településekre vonatkozólag, akik addig tagjai voltak, tehát akkor olyan 20 körüli település volt a stratégia, amit természetesen aktualizálni fogunk minden egyes település csatlakozásával. Szebellidi Zoltán kiemelte, az Alföld Sztó Egyesület működése a helyi értékekre épül. A tervek között szerepel túraútvonalak készítése, különböző marketing tevékenységekkel pedig a vármegyei értékeket is szeretnék bemutatni a nagy közönség számára. Nagyon sok értéket tapasztaltam meg ebben a közös munkában, amely nem volt az én szemem előtt sem, és így azt feltételezem, hogy általában véve az átlag ember, vagy az átlag turista szemében is, vagy ott sem. És ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy készültek egyébként ilyen felmérések is, hogy például a Kondorosi csárda mennyire ismert képről, hány ember ismeri fel, hogy mi ez és hol van. És még Békés megyeiek közül is nagyon, nagyon szórt volt, ha szabad így mondanom, az erre vonatkozó ismeret. Az elnök kiemelte, nagy öröm volt számára, hogy a vármegyei települések mellett az Alföld Sztó Egyesület is bemutatkozott a 46. utazás kiállításon. A fővárosi visszajelzések azt mutatták meg, hogy ha a Békés vármegyében járnak az érdeklődők, akkor felkeresik majd az Egyesület által bemutatott látványosságokat, értékeket. Szebellidi Zoltán kiemelte, jelenleg azon dolgoznak, hogy forrás szerezzenek arra, hogy egy profit destinációs menedzsment informatikai rendszer tudjanak kialakítani. Ezáltal egy helyen, könnyen elérhető módon lesz megtalálható az az információ, melyek a települések értékeit, történetét mutatják be.